Sziasztok srácok, ebben a videóban csak csapatkapitányokat igazolhatok le, viszont nem akárkit. Felírtam egy szerencsekerékre 6-nál is több csapatnevet, és ezt fogjuk megpörgetni 11-szer. Amelyik csapatot fogjuk pörgetni, onnan fogunk igazolni egy-egy csapatkapitányt. Ha tetszik az ötletem, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok is fel a csatornámra, hogy ne maradjatok le az új tartalmakról. Nézzük az első játékos melyik csapatból fog bekerülni hozzánk, és a Fenerbahçe. És a Fenerbahçe csapatkapitánya nem más, mint Edin Dzeko, szóval ő fog bekerülni a csapatunkba, hát rögtön igazoltunk így egy csatárt. Remélhetőleg most valami nagyobb csapatot fogunk kipörgetni, és hát nem igazán. Egy újabb török csapat, a Galatasaray. És hát a másik török csapatnak egy kapus a csapatkapitánya, méghozzá Muslera, úgyhogy ő fog bekerülni, szóval már van egy csatárunk, illetve egy kapusunk. Nagyobb csapat lesz, és úgy néz ki, hogy igen, méghozzá a Lipcsének a csapatkapitányát fogjuk leigazolni. Legtöbb alkalommal a Lipcse csapatkapitánya nem más, mint Willy Orbán, úgyhogy egy közép hátvédünk is lesz. Remélhetőleg valami nagyobb csapaton fog megállni, és a kerék a Manchester City-n? Nem, a Newcastle United-en áll meg. Ebben a szezonban Kieran Trippier 14 alkalommal volt a csapatkapitánya Newcastle-nek, ezért most ő lesz a mi választott játékosunk. Jöhet az 5. játékos, és nézzük meg, hogy ide ki tudunk igazolni. Remélhetőleg ugyanilyen nagy néven áll meg. Hát a Monaco-nak a csapatkapitányát kell leigazoljuk. És a Monaco-nak a csapatkapitánya nem más, mint Ben Yedder, úgyhogy valószínű, hogy két csatárral kell, hogy játszunk. Jöhet a 6. pörgetésünk, valószínű, hogy ez is valami nagyobb csapat lesz. Majdnem Ferencváros, de nem, Anderlecht. És a belgák csapatkapitánya nem más, mint Vertonghen, úgyhogy egy újabb közép hátvédünk lesz. A következő csapatkapitány pedig nem más csapatból fog érkezni, mint a Manchester Unitedből, ami nem rossz. A Manchester United csapatkapitánya nem más, mint Bruno Fernandes. Már a 8. játékost pörgetjük ki, remélhetőleg egy ugyanolyan posztra fog kerülni, ami még nem volt eddig. És nagyon úgy néz ki, hogy az Interen fog megállni, és az Inter csapatkapitánya nem más, mint Lautaro Martinez, hát csatárokból tele leszünk szerintem. Jöjjön a következő pörgetés, hát egyre inkább úgy néz ki, hogy a középpályán nem igazán lesz olyan túl sok jó játékos, és a következő az nem más, mint a Real Madrid. A Real Madridnek pedig a csapatkapitánya nem más, mint Nacho, ő volt ebben a szezonban a legtöbbször nevezve, mint csapatkapitány, úgyhogy őt fogjuk leigazolni. Nézzük a két utolsó pörgetést, remélhetőleg valami jó játékos fogunk tudni hozni, és nyilvánvalóan középpályás lesz, Wolfsburg, és a Wolfsburg csapatkapitánya nem más, mint Maximilian Arnold, úgyhogy egy újabb középpályásunk lesz. Nézzük az utolsó pörgetésünket, reménykedjünk, hogy akit pörgetünk, az egy középpályás lesz, és ez nem más, mint a Spurs, és a Tottenham csapatkapitánya nem más, mint Son, úgyhogy egy majdnem középpályást, egy ilyen balszélső tudunk leigazolni, rakjuk össze a csapatunkat, és nézzük meg, hogy mire megyünk ezzel a Bajnokok Ligájában. Na hát srácok, így néz ki a csapatom, leigazoltam mindenkit, kivéve Vertonghent, mert nem engedt a játék, úgyhogy egy poszton nem lesz játékosunk. A BL-ben a B csoportba tettem be magunkat, úgyhogy a Sevilla, a PSV, illetve a Lens lesz az ellenfelünk. A 35. percben a PSV jön egy szöglettel, nem tudom egyébként, hogy hova álljak. Hova érdemes? Muslera mekkorát véd. Még mindig az első fél időben járunk, és srácok, az a baj, hogy lefutja a védőnket a PSV csatára, és 1-0 oda. 11-es kaptunk, srácok, és meg lehet az egyenlítés. Nézzük a bal felső sarkot, hát ha be tudjuk lőni. Nagyon bekentük Bruno Fernandessel, és így 1-1. Hosszú bádás, nézzük, hogy mit tudunk ebből kihozni. Son eltekeri, és 2-1. És srácok, ennyi volt a meccs. 2-1-re megnyertük úgy, hogy visszahoztuk 1-0-ás hátrányból. Ez elképesztő. A második meccset a Lens otthonában fogjuk játszani. Hát itt egy újabb 3 pont azért nagyon-nagyon segítene a továbbjutásban. A második fél időre dobott át a játék, de szerencsére ez az indítás most nem volt les. Lautaro Martinez. Nagyon jó. Ez is... De jó lett volna. Támadnak a franciák, jöhetnek egy szöglettel, és rossz helyre fejeltük. Lehet fog engedni egy kontrát, a játék nem fog engedni egy kontrát, mert vissza is szerzik a franciák. Az baj lehet, Frankowski, nézzük, hogy lesz-e beadás, lesz beadás, de jókor értük vissza. A 90. percben járunk, srácok, és támadnak a franciák. Abdul Samed, nézzük, hogy ebből lesz-e beadás, és lesz beadás.
Frankowski, és nem igaz, hogy ilyen gólt kapunk, hát ez vicc. Ez vicc, az utolsó percekben, hogy imádom én ezt a játékot? Az első körből az utolsó meccsünk az nem más, mint a Sevilla ellen, és ez megint idegenben lesz. Hát szerintem ez is nagyon nehéz meccs lesz, sőt, talán megkockáztatom, hogy ez nehezebb lesz, mint a Lance elleni. Hát az első esély rögtön a Sevilla előtt van. En-Nesyri szerintem simán be fogja rúgni, de azért próbálkozzunk. En-Nesyri és Muslera mekkorát véd, az igen. Az emberét ott hagyja Son, tekert el Son, és ott a gól, mekkora gólt lőttünk. A 63. percben járunk, és támad a Sevilla, Roberto és most már En-Nesyri. Ha, ez lehet, hogy bal lesz, Suso, és most jön En-Nesyrinek a passz. Nesyri, úristen, Muslera mekkorát véd. Az nagyon jó, Lautaro Martinez, megbolondítjuk a védőket. Lautaro Martinez, az nem rossz próbálkozás, viszont így megnyertük a meccset, és már van 6 pontunk a csoportba. Hogy láthatjátok, tovább jutottunk. Szerencsére, egyébként, hogyha megnézitek a tabellát, nagyon-nagyon szoros, erről beszéltem, hogy bárki tovább juthat innen. Itt körbevertük egymást, de szerencsére tovább jutottunk, és első helyen, ami egyébként azt jelenti, hogy a Real Sociedad ellen fogunk játszani az első körös kieséses BL meccsben. A Sociedad elleni odavágót le fogjuk szimulálni, és nézzük, hogy milyen eredmény lesz. Hát 3-2, úgyhogy visszavágom, meg kell küzdjünk a továbbjutásért. Son kapja a labdát, az nagyon jó. Ez is jó még. Azt a mindenit. Nem sikerült az utolsó passz. Ben Yedder még ott van. Ben Yedder kapufa. Dzeko kipattan és nem tudjuk belőni. Hosszú labda érkezik. És nézzük, be tudjuk-e vágni, nem tudjuk. És kipattanó, és ott van az egyenlítés. És 11-esen jön a Real Sociedad, hát ezt nem hiszem el. 66. perc. Muslera és Cop Miners. Na nézzük, Muslera. Muslera, és ezt is kivédi. Hát hihetetlen ez a kapus. Nézzük, hogy mi lesz ebből. Végül lesz-e befejezés, és mellé fejeli Kubo. És úgy néz ki, hogy tovább jutottunk. Az igen, hát imádom ezt a játékot, mert annak ellenére, hogy egy gólt lőttem, még kettőt hozzápakolt, és így mi jutottunk tovább a Sociedad ellen. A legjobb 8 között a Barcelonát kaptuk meg ellenfélként, és megkockáztatom, hogy a katalánok inkább favoritok, mint mi. Úgyhogy itt most tényleg meg kell küzdjünk, és akár ez a meccs egy döntőnek is elmehetne. A Barcelonán leszimuláltam az első meccset, és ahogy láthatjátok, 2-1-re kikaptunk. Hát nem egy óriási hátrány, de nyilván ellenük sokkal nehezebb lesz behozni ezt a gól hátrányt. Kezdjük meg a visszavágót, és hát egy gólos hátrány kell ledolgozzunk, és kapunk egy gólt itt rögtön az elején. Úgy, hogy még nem is csináltunk semmit. Lautaro Martinez előtt ott a lehetőség, de inkább átpasszoljuk. Son, be kell rúgni, ott is van, 2-0 a Barcelona ellen. Támad a Barcelona, és óriási labdát kap Rafinha. Hát ez be fogja rúgni a brazil. Rafinha, és fölé. Hú, de jó, hogy kijöttünk a kapussal. Szöglettel jön a Barcelona. Megkockáztatom, srácok, hogy ez az majdnem az utolsó helyzet az egész meccs folyamán. 88. már lassan a 90. perc, és fölé megy. És szerintem tovább jutottunk. Így is van. Barcelona otthonába 2-0-ra nyertünk, és így kiütöttük a katalánokat, ott vagyunk a legjobb 4 csapat között. Az elődöntős ellenfelünk nem más, mint az Inter, az első meccset szimuláljuk le, és nézzük meg, hogy mi lesz ebből 1-1, úgyhogy a második meccsen fog eldőlni tényleg itt is a továbbjutás. A visszavágót hazai pályán fogjuk játszani, szóval itt fog a saját közönségünk előtt eldőlni az, hogy tovább jutunk-e a döntőbe, avagy sem. Szöglettel jöhet az Inter a 21. percben, Kroos csavarja be középre, és ki tudjuk fejelni, ha bárcsak ide a 16-os széléig. Csalhanoglu távolról, úristen, mekkora kapufa. Ben Yedderrel hozzuk a labdát, az pedig egy óriási labda lehet, Dzeko. Elvisszük a védők mellett, Dzeko távolról. De jó lett volna, onnan be tudunk lőni egy gólt. Dzeko lassan levegőt nem tud venni, de inkább átpasszoljuk Sonnak, az jó lehet. Be középre, Lautaro Martinez, azt hittem egy pillanatig, hogy nem megy be. Támadnak az olaszok, Gerard Moreno, Thuram, és belövi onnan, hát ez nem igaz. Szöglettel jönnek az olaszok, 88. percben járunk, 86-ban, nem is tudom, már lassan a meccs végéhez érünk. Csalhanoglu kipattan, hát nem tudom, hogy ebből hogy tudnák valahogy felszabadítani. Lehet, hogy sehogy, lehet, hogy most fogunk még egy gólt kapni. Kroos, be középre, Gerard Moreno, és az elmegy fölé. Lehet, hogy tovább jutottunk? Nem, 11-esek lesznek. Hát nagyon nehéz dolgunk van, az Inter ellen 11-esekben kell tovább jussunk, Bruno Fernandes pedig bevágja Sommernek. Nagyon jó, nézzük Csalhanoglut. Ez nagyon erős 11-es lesz, és Muslerával kivédjük. Nézzük Sont. Jobb felső sarok. Son. Sommer kivédi, nem igaz.
Gerard Moreno. Gerard Moreno, ő pedig belövés, így most már 1-1. Lautaro Martinez, bal felső sarok. Nagyon jó. Barella, ez nagyon-nagyon vicces. Ez mi volt ez a védés? Ó, Istenem, én nem értem, hogy középre megy és nem tudják kivédeni. Trippier, bal felső sarok. Jó. Kapus arra vetődött, de nem tudtak kivédeni. Toni Kroos. Toni Kroos, ő pedig bevágja bal alsóba. Hát ez így elég hosszú lesz. Arnold. Ugyanoda, hova az előbb. És bent van, 4-3. Na nézzük, hát aki tudjuk védeni. Kirúgja. Thuram. Húha, srácok. Nézzük Thuram 11-esét. Thuram, ő viszont bevágja, így 4-4. Stevenson. Nézzük Stevensont. Stevenson belövi. Egy pillanatig. Az a baj, most a gyengébb játékosok jönnek. Nézzük, Bailey már lövi. Lehet, hogy ezt ki tudnánk védeni? Nem tudjuk kivédeni. Amúgy mindenki arra lövi. Nem igaz. Sissoko. Bal felső sarok, nézzük, bemegye. Húha. Egy pillanatig azért izzadt a tenyerem. Frattesi. Nézzük, hogy ő merre fogja lőni. Ez nagyon meg lesz szúgva. Frattesi és Muslerával kivédjük, srácok. Ott vagyunk a BL döntőben. Musler a csodakapus. Elérkezett a BL döntő. És ahogy láthatjátok, a Real Madrid lesz az ellenfelünk. Szerintem nagyon-nagyon nehéz ellenfél, de megpróbáljuk megverni őket. Vezethetünk egy kontratámadást. Ha el tudnánk valamelyik játékosunkat indítani, akkor talán lehetne lehetőségünk. Nagy lehetőségünk van, hogy megszerezzük a vezetést. Na nézzük, hogy Bruno Fernandes-szel be tudjuk-e rúgni. Nézzük Brunót. Bal felső sarok. A szerencse sarkunk, ahova be tudjuk lőni, és így 1-0 a Real Madrid ellen a döntőben. És a Real jut 11-eshez, hát ez nem igaz. 55. perc, második félidő. Immobile, nézzük, hogy Immobile hogy fogja rúgni. Húha, ez nagyon-nagyon szotyi 11-es lesz. És hát az is lett. 83. percben járunk, és támad a Real Madrid. Modric labdával, Brahim. És Tchouameni elviszi a védők mellett, és Kuka meg tudjuk szerezni. Hát az egyszem játékosunk, akit ugye nem tudtunk kicserélni. Valahogy visszaszerzi a labdát. Son. Nagyszerű játék. Arnold. Maximilian Arnold. És jöhet egy indítás. Az jó lehet. Stevenson. Jézusom, milyen játékosok vannak itt. Pedig az a passzom úgy nem lett volna rossz. És 11-esek lesznek szerintem. Srácok, megnyertük a meccset. Ez igen. Hát... Ezt nem tudtam lereagálni. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Legközelebb találkozunk. Én Lehel voltam, és sziasztok!